Speciális eszközökkel dolgozik a terepen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársa. Ott jártunk kor a Balaton északi partján, Nemes Gulács községnél az Egervízben vizsgálta a halakat. Ha megnyomom, akkor egy elektromos erőtér lesz a gép körül, és megfogja a halat, legalábbis elbénítja a halat, és hát az ahhoz már szerencse kell, hogy az ember meglássa. A Balatonban valamivel több mint 30 halfa él, közülük 20 őshonos. Ilyen például a küsz, a bodorka vagy a dévérkeszeg. Horgászati szempontból talán a legnépszerűbb a ponty. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei nem csak a tóban élő halfajokat vizsgálják, hanem a befolyóvizeket is. Körülbelül 20 éve kezdtük el a rendszeres monitorozó programunkat, ahol körülbelül 60 mintavételi helyen vizsgáljuk a Balatoni vízgyűjtőnek a vízfolyásaiban élő halállományokat. Nagy területen folytatnak folyamatosan vizsgálatokat a szakemberek, így például Őri Szentpéternél is, hiszen az onnan eredő zala is táplálja a Balatont. A többi között azt kutatják, hogy hosszú távon miként alakul a Balaton halfaunájának az összetétele. Ezért is szükséges a vízgyűjtők állományának vizsgálata. Na, ez egy domolykó például. Ez egy patakokban honos. Bár a siófoki zsilipnél is van azért belőle. Egy domolykó. Vannak viszont olyan halfajok, amiket nem tudnak megfogni, vagy nagyon ritkán. Például az amúr, azt nehezebben lehet megfogni, mert az egy hisztisebb állat, de úgy látom, hogy ezen a vizen is itt van egyébként, mert hogy leszalad a halastóból. Ugyan az, hogy megrágja a nádnak a hajtásait, abból lehet következtetni rá, hogy járt erre. Egy-egy terepi nap során több halfajt is meg tudnak vizsgálni. Ez meg itt egy sügérke. Na, a sügér az egy nagy sikertörténet most a Balatonnál, mert a 90-es évek közepe táján majdnem teljesen eltűnt a Balatonból. Hát a vízminőségromlás miatt, meg valószínűleg az angolna miatt is, hogy megfogyatkozott az angolna, most a sügér, meg ugye, hogy átlátszóbbá vált a Balatonnak a vize, most a sügér az egyik leggyakoribb fajjá vált a kövezésen. Akkor itt van az ezüstkárász, ugye Magyarországon ez az egyik leggyakoribb inváziós faj. Az országos felméréseket csináltunk, és azt elemezve kiderült, hogy a felmért mintavételi helyeknek több mint az 50%-áról előkerült. Ezek a terepi vizsgálatok azért is fontosak, mert például a halak hosszú távú jelzést adnak a környezetről és a víz minőségéről is. A vízkémiával viszont csak egy adott pillanatot lehet mérni és értékelni. A Balaton vízháztartásának kb. 40%-át, 50%-át a befolyóvizek adják, és ezeknek a vízminősége alapvetően befolyásolja a tóvízminőségét is. Ugye sokféleképpen lehet a vízminőséget meghatározni. Ugye régebben a kémiai módszerekkel végezték ezt főleg, de most már egyre inkább tolódik el, hogy tolódunk arra felé, hogy élőlényekkel minősítsük a víznek a minőségét. A befolyókat vizsgálva egy halfaj hiánya vagy éppen megléte. A halfauna összetétele megmutatja, hogy milyen az adott víz minősége, illetve hogy az miként változott.